És ez itt a magyar bajonett. Itt volt a fegyver oldalán. Kész oldalán. Ezek itt a tölténytartó dobozok. Ez a kis gombolyag arra volt, amikor föltették ide a válpántot, akkor ne csúszson le róla, mert sokszor volt az, hogy lecsúszott a fegyver, és akkor elejtetted, és az eléggé kínos volt. Az alap onnan lehet megismerni a magyar, hogy az zöldbe volt, a németeké felé ilyen feketés és szürkés volt. Szépen kivannak dolgozva a gombok, mindenhol itt voltak a rangjelzések, magyaroknál nem nagyon volt vállap, az a németeknél volt, náluk nagyon bonyolult a rangjelzések, rendfokozatok. Igazából a magyaroknál fegyverek igazából az sem volt egységes, nagyon sokféle fegyver volt. Minden volt nálunk, tehát volt Kar 98, németök, ez orosz, minden volt, amit tudtunk használni, de legalább jók voltunk bizonyos dolgokban. A Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Ijász és Lovas Ijász Egyesület fiatal tagja egy második világháborús öltözéket mutat épp a gyerekeknek. Fontos a múlt megismerése, mert ezáltal épülhet fel a jövő, vallják az idén 30 éves Pécsi I. és Gyula általános iskolában. Most folytatódik az iskola 30 éves fennállásának a jubileumi programsorozata, és ez a múlt idézése, illetve a jövő építésére asszociáltunk, és a múltból idehoztuk a Szabolcs Fejedelem Egyesületnek, a hagyományőrzőknek az első-második világháborús dobozba zárt történelmét, amit élethű katonai ruhába mutatnak be a Szekszárdi Ady Endre szakközépiskola kadétjei. Ők airsoftos bemutatót is tartanak, ezen kívül a hagyományőrzők gulyás ágyúban fogják elkészíteni ma a gyerekeknek az ebédet, és közben megnyitottuk az aulában a Várostörténeti Múzeumnak a kiállítását, ami a szertárok titkait mutatja be, illetve hozzácsatoltuk a saját kiállításunkat, ahol a régi iskola történeti emlékeket hoztunk elő, és ehhez kapcsolódva megyünk a jövőbe, és fát is ültetünk az Ökováros Ökorégió támogatásával a Málomi kutyafuttatónál. Projektnap igazából, és még az 56-os megemlékezést is, azt egy filmnézéssel fogjuk zárni, és akkor ezzel tulajdonképpen a múltat is bemutatjuk a gyerekeknek, és a jövő felé is tekintünk. A Tóth János vezette Hagyományőrző Egyesület látja el a helyi állami ünnepeken és megemlékezéseken a koszorúzói és díszőri feladatokat, de ezen kívül saját rendezvényeket és megemlékezéseket is szerveznek. Fő feladatuk Pécs katonatörténeti saját kutatása, bemutatása. Az egyik tagunk egy hát fiatal emberke, ő neki van egy ilyen nagy első világháborús ilyen frontlelet gyűjteménye, tehát azt mutatjuk be, aztán hát ugye az eredeti ruhát, első világháborús, aztán közben egy második világháborús ruhát is, és a Szekszárdi Kadétiskolától is vannak itt, de hát mi tagjaink, tehát ugye innen mentek oda, ők meg valahol nem tudom, valamerre, tehát ilyen önvédelmi bemutatót tartanak, meg hát tehát amit tanulnak, és ez egy kicsikét ilyen segítés is a tanulóknak ugye pályaválasztásra. Nem rossz most katonaság. Ez egy második világháború korabeli egy ilyen tábori konyha, tehát a gulyás ágyú idézőjelbe, és itt hát egy ilyen kis laza, ilyen kis katonás ebéddel készülünk a gyerekeknek. Az épületben a Várostörténeti Múzeum Szertárok titkai című kiállítását is megnyitották a projektnapon, de az iskola történeti emlékeket is megnézhették a tanulók, akik a közelben, a jövőre gondolva fákat is ültettek.